A szelíd gesztenye hazánkban is honos, azonban nagyon igényes. Termesztéséhez speciális ökológiai követelményeknek kell megfelelni. Kiegyenlített, csapadékosabb időjárás és savanyú talaj. Emiatt csak az ország néhány táján lehetséges az üzemi méretű termesztése, így a Dél-Dunántúli, a Nyugat-Dunántúli és a Börzsöny-hegységi termesztőtájakon. Nagyon szeretik sütni is, van, aki megfőzi, van, aki pürét csinál, gesztenyepürét. Hát nagyon drága a gesztenyepüre, hát most legutóbb kaptam egy ismerőstől, azt úgy megkérdem tőle, hogy menjenek a ilyen picike kis dobozzal hozott. Azt mondja, 1500 volt. Iszonyatos drága az éttermekbe. Azt inkább az emberek megcsinálják maguknak. Hogy már a boltban nem kap csak egy ekkora dobozzal, a hazaviszi, azt ő maga megcsinálja, az a gazdaságot. A gesztenyéből. És mikor indul a igazi gesztenyeszezon? Hát már mostan ez úgy van, hogy a jellemzően kisüzemi növény, hasonlóan a mogyoróhoz. Az 1970-es években telepített, összesen mintegy 450 hektár felületű áru ültetvények már a szinte teljesen kipusztultak, jelentősebb méretű üzemi ültetvények nincsenek az országban. Ilyenkor nyílnak ki a, ennek a tubosai, osza, hogy potyognak lefele, utána már azonnal mindegy, már szedik összefele, azt már ki meddig tartja. Van, aki megbeszél, hogy egész tavaszig legyen neki. Mert most lehet kapni magyar gesztenyét. Hát külföldit lehet később kapni, de hát ha már nagyon drága, meg az emberek nem nagyon szívesen. Ha már valaki nagyon szereti, azt is megveszik. De hát, hát mostan 2500, de tavaly is körülbelül ez volt az ára. Ez magyar gesztenye, nem külföldi. De láttam máshol, hogy drágábbak, de hát én úgy vagyok, hogy magyar áru legyen inkább csak. Még van, akkor addig tartunk, a külföldivel nem vagyunk annyira jóba. Az éves termés nagy részét ma is főként a ligetes szorványgesztenyések és a vadállományok adják. Az országos éves termés mennyiség jellemzően 200-500 tonna közötti, mely a kevés számú üzemi ültetvénynek és a termesztés technológiai fejlesztések hiányának tudható be. Exportunk elhanyagolható, azonban jelentős a feldolgozóipari igény, így behozatalra szorulunk. Én beszoktam vadlosni. Még ahogy az anyukám tanította, ilyen kis keresztet kell rávágni, és akkor szépen átsül, kicsit ki is nyílik, és megsül szépen a belseje is. Sütőbe kicsi vízzel megpriccelni, és nagyon finomra sül. Az import évente 2000-2500 tonna között mozog, 1,2 milliárd forint értékben, jellemzően Olaszországból. Az árutermő szelíd gesztenye ültetvények területe az SAPS adatok alapján mindössze 249 hektár. Az ültetvények elsősorban a Nyugat- és Dél-Dunántúli megyékben helyezkednek el. A szelíd gesztenye termesztése kockázatos. Az utóbbi másfél évtizedben egy felerősödött gombásbetegség, a kéreg elhalás járványszerűen tizedeli a fákat. Mellette néhány éve megjelent a szelíd gesztenye gubacsdarázs, amely szintén komoly károkat képes okozni. Hatékony védekezés egyelőre egyik károsító ellen sincs, bár a szelíd gesztenye gubacsdarázs természetes ellenségének, a hazánkban nem honos Torimus senensis fürkészdarázsfajnak betelepítésével kapcsolatos vizsgálatok ígéretes eredményeket mutatnak.